Vas megyében is több tavon hódolhatnak szenvedélyüknek a horgászok. Szombathelyen az egyik kedvelt pecázóhely a csónakázótó. A fogást itt nem csak az időjárás befolyásolja. Az sem mindegy, hogy hol dobják a vízbe a horgot. De a víz alá nem lát senki. Pontosabban eddig nem látott. Több mint 60 ezer adat felhasználásával készült el a tómeder térképe, amit ezen az animáción látnak. A nyáron végezte el a felmérést egy vasi szakember, javarészt saját fejlesztésű műszerekkel, szoftverekkel. Ami az eddigi térképeknél is megvolt technika, az a mélységi adatok felvétele, amivel bővült az az iszap réteg vastagságának felmérése a talpnyomás függvényében. Az információk birtokában sokkal tudatosabban pecázhatnak a horgászok, jobban kihasználhatják a mederviszonyok adta lehetőségeket. A horgászoknak abban jelent segítséget egy ilyen medertérkép, főleg akik kevés idővel, kevés vízismerettel rendelkeznek, azok számára egy pillantás alatt megtekinthető az, hogy hol vannak a tónak a mélyebb részei, sekélyebb pontjai, és ezek nagyon hasznos információk egy tavaszi felmelegedő időszakban, egy nyári kánikulában, hogy hol is érdemes a halat keresni. A tervek szerint a medertérkép a következő hetekben a csónakázó tónál is látható lesz.